Bal oldalt egy frissen elültetett kislevelű házs csemete, mellette pedig egy körülbelül 20 éves bokros változata ugyanennek a fának. De van még olyan növény, ami ültetésre vár Nagycserkeszen. Az ország felsítás keretein belül itt 25 fát ültetnek el az Országos Erdészeti Egyesület szakembereinek segítségével. A megyében még több mint 20 településen végeznek hasonló munkálatokat idén ősszel. A programra országosan közel 500 millió forintot fordít a kormány. Az Agrárminisztérium egy nagy szabású országos akciót indított, több településen fásítási programba kezdett, és múlt héten Tiszadadán volt egy ilyen, most pedig Nagycserkeszen. Örülök, hogy a választókerületemből két település is bekerült. Valószínű azért, hogy itt a klímaváltozás veszélyeire fölhívják a lakosság figyelmét, és hát természetesen az is, hogy ne kivágjuk a fákat, hanem ültessünk fákat. Van egy régi angol mondás, hogyha egy család két gyereket hagy maga után, és elültet két fát, már nem ért hiába. A kislevelű házat azért választotta az önkormányzat, mert a 40 méter magasra növő fa akár 400 évig is egészségesen élhet, ezzel hosszú távon biztosítva az itt lakóknak a kellemes környezetet. Azért kell ezt kitenni, mert az a fa, amit elültetünk, az még vékony, ugye nem tudna beleköltözni a madár, és vannak olyan madarak, amik nem fészket raknak, hanem odúban laknak. Neked van egy madarad? Na lehet, hogy pont ilyen madár fog belefészkelni, de ha nem olyan, akkor belefészkelt a mezei veréb, a széncinege, a kék cinege, a barátka, és amíg az a nagy fa nem, ez a kis fa nem lesz olyan nagy, hogy majd annak a törzsében tudjon orrút csinálni mondjuk a harkály, addig pedig lakhat benne a cinege. Bár a program elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet az erdősítési programra, kiemelt figyelmet fordítanak a természetvédelemre is. 500 település nyert, egész pontosan, és igazából a legfontosabb kritérium az a létszám volt, és ez szerintem nagyon fontos, ami a háttérben zajlik, hogy a programnak fontos eleme az, hogy egyfajta tudást is közvetítsen, és itt az Országos Erdészeti Egyesület munkatársa tart éppen egy mini foglalkozást az óvodásoknak. Lehet belőle készíteni mézet, lehet belőle készíteni teát. Szerintetek mire jó még ez a házfa? Főleg ez a kicsi, ami majd megnő. Ez nehéz kérdés volt, erre már nem tudták a választ a gyerekek. A helyes megoldás a méhkaptár volt. A méhek ugyanis kifejezetten szeretik a fa virágzatát, június közepén készítenek belőle házmézet.